Szeged BVSC összecsapása felnőtt női bajnokságban a tavaszi idény első mérkőzése. Ősszel már kétszer találkoztak a csapatok, akkor mindkétszer a BVSC nyert, most azonban Kisteleki Hanna térsérülés miatt nem játszik, a Szeged pedig itthon van, úgyhogy egy bizonyára nagyon izgalmas találkozónak nézünk elébe. Illés Henny és a hazaiaknál a Fejér 3-as úszik labdára. Hennynek sikerült elhozni a labdát, indulhat a támadás. Fejér 7-es kiáll Pankáról. Kiállítás Illés, Misit állították ki a Fejér 13-asból. Jó labdaszerzés, Csabai Dodó. Büntető a Fejér 1-es ellen Panka csinálta meg. Csabai Dodóra lőtte be a büntetőt. Jó labdaszerzés, Illés Henny vette le a Fejér 3-asról a labdát. Keleni kilőtt fölé. Panka center gólja. 2-0. Ráski Lila lövését blokkolták. Rossz passz megint. Kontra bent. Ráski Lilát kiállították, hazai időkérés. Fejér 4-es lőtte az előnygólt. Illés Nusi lőtt mellé. Kék 2-es Illés Nusit állítják ki. Védett lövés, Fejér 13-as. Illés Henny lőtt fölé. És kapufára Fejér 13-as. Rossz lövési kísérlet leúszta a Fejér 7-es. Keleni kiáll ki a Fejér 4-esről. Lejárt az idő.